A neves British Academy tagjai közé választották a CEU egyik magyar professzorát, Csibra Gergelyt. Ezzel ő lett az 1400 tagot számláló tudós társaság egyetlen kelet-európai tagja. A magyar professzor a gyermekek kognitív kapacitásának kutatásában elért eredményei alapján érdemelte ki az akadémiai tagságot. Vendégünk Csibra Gergely. Hát a kitűző maradt, csak más színű. Ez most az I Stand With CEU. Jó estét kívánok! És gratulálok, mert hogy a beszélgetésünk apropója nem a CEU körüli hercehurca, hanem az, hogy a British Academy tagja lett, és hát ha valaki nem tudná, akkor ez az Egyesült Királyság humán és társadalomtudományokkal foglalkozó nemzeti akadémiája, anno Winston Churchill is a tagja volt. Uh-huh. Hogy tudta meg? Kaptam egy e-mailt, körülbelül 3 héttel ezelőtt, hogy megválasztottak, és hogy ez titok a közgyűlésig, ami múlt héten volt, akkor hozták nyilvánosságra. Derültékből villámcsapásként érkezik egy teljesen. Ilyen e-mail, nem lehet sejteni előre, senki nem súgja meg. Teljesen, fogalmam sem volt róla. Én utána olvastam, hogy mivel foglalkozik a CEUN a babalabor, hogy csecsemő kognitív gondolkodás, de ha röviden összefoglalnál a nézőknek, akkor mi az, ami ebből a kutatásból felkelthette a britek figyelmét is? Hát gondolom, ez csak nem csak az a kutatás, amit itt végeztem, hanem mint az elmúlt egy 30 életű. Évben csináltam, gondolom. Én kognitív pszichológus vagyok, azzal foglalkozom, hogy hogyan gondolkodnak az emberek, hogyan ismerik meg a világot, hogyan észlelnek, hogyan tanulnak, hogyan tervezik az akcióikat, és a többi, és a többi. És ezen belül leginkább csecsemőkkel. Tehát ez a legérdekesebb téma ezen belül, hogy egy csecsemő hogyan tanul a világról. Miért annyira érdekes ez? Ezt hogy lehetne magyarázni egy kívülállónak? Hát ez érdekes pedagógiai és gyakorlati szempontból, és minden szülőjét érdekel, hogy mit tud a gyereke. Ugye? Nem lehet megkérdezni, de mi megpróbáljuk azt kideríteni valahogy. Másrészt érdekes filozófiai szempontból is. Mi az, ami ott van korán, mi az, ami már nagyon hamar ott van és velünk hozzuk. Mi az, amit nem tanulunk, hanem velünk jön, vagy legalábbis nagyon hamar megtanuljuk. Uh-huh. Ugye az volt az érdekes, hogy az akadémia azzal indokolta, hogy talán történelme során soha ilyen nagy számban nem vett fel új tagokat, hogy a kor kihívásainak meg akar felelni azzal, hogy társadalmi integráció, klímaváltozás, mesterséges intelligencia, tehát kifejezetten a humán és társadalomtudományok teréről merít minél inkább. És ugye elgondolkodtam, hogy igen, idehaza meg ott tartunk, hogy hát szinte már ördögtől valók ezek a tudományok, meg hát a romkocsmákban merengő bölcsészek és, igen, igen. és hasonlók. Tehát akkor szöges ellentét van, ugye? Hát szöges ellentét van, ezek a humán tudományok nagy része, nem mint természetesen, nagy része az alapkutatás, nem arról van szó, hogy közvetlen feladatokat próbálnak megoldani. Ez a gond ezekkel, az alapkutatás. Valószínűleg ez a gond ezekkel, hogy alapkutatást végeznek, nincs közvetlen haszna, persze van haszna, hiszen ha azt kutatják például a klímaváltozásnak a szociális hatásait, például a migrációt és egyéb társadalmi kérdéseket, ezeket föl lehet használni a politikai döntésekben is és a életben, de sokszor nem ez a cél. A mi kutatásnak például egyáltalán nem, nincs közvetlenül. Pedig most pont Sarkitva azt akartam kérdezni, hogyha Palkovics László ülne is most önnel szemben és megkérdezni, hogy rendben, adok pénzt a csecsemő gondolkodás kutatására, de nekem ebből mi a hasznom, mint állam? Akkor mit mondana neki? Közvetlenül semmilyen haszna nincs belőle. Úgy, ahogy, mint hogy nincsen haszna közvetlenül a filozófiából se, a régészetből se, a csillagászatból se, nincs közvetlen haszon. A közvetlen haszon abból van, hogy többet tudunk a világról, és ha többet tudunk a világról, akkor mégiscsak máshogy tudunk benne cselekedni. Miért nem tudja vajon ezt a kormány elfogadni, vagy miért ez az irányváltás, hogy azonnali hasznosuló tudást szeretne? Én nem vagyok ebben biztos, hogy ez így van. Szerintem ez csak mondják. Itt az történik, hogy van itt egy olyan akadémiai tudományos szektor, ami kormánytól függetlenül működik, akinek nem diktálhatják, hogy mit csináljon, és ez egyszerűen nem tetszik. Tehát lehet, hogy a alakutások ugyanúgy tovább fognak folyni, de a pénz közvetlenül a kormánytól fog jönni, ami azt jelenti, hogy befolyásolni fogják tudni, hogy ki mit csináljon és hogyan, és ki folytathat kutatásokat. Hát ettől most nyilván nem túl jó a hangulat, és azért is gondolom, hogy nem jó, mert már 2017-ben, amikor a Narancsnak adott egy interjút, és akkor kezdődtek a CEU-s ügyek, igen. Már akkor azt nyilatkozta, hogy nagyon a bizonytalanság nagyon megnehezíti a dolgukat, és hogy hát már felkészítette munkatársait arra, hogy mi van, hogyha
el kell hagyniuk az országot, és ez bő egy éve volt. Ez így van. Azóta? Azóta ugyanaz van, várjuk, hogy mi történik. A kormány kezében van a labda. Ugye a kormánynak kell egy politikai döntést hozni arról, hogy hagyja, hogy itt maradjunk, vagy nem. Hozott egy politikai döntést tavaly arról, hogy beterjesztett egy olyan törvényjavaslatot, aminek alapján a CEU működése lehetetlen lett volna. Két fő feltétel volt benne, az egyik az az, hogy kell, hogy az egyetemnek kell legyen a otthoni, a hazája, saját hazájában oktatási tevékenysége. Ezt azóta teljesítette a CEU. A másik feltétel pedig az, hogy legyen egy államközi egyezmény, amit nem a CEU-nak írnak elő, hanem a kormány saját magának írt elő. Neki kell kötni egy államközi egyezményt, amit egyébként tudjuk le is tárgyalni. És ezt New York állam már aláírta volna, ha rajta volt. Ezt aláírta. Ez csak a kormány politikai döntésén múlik, hogy mikor írja alá és aláírja el. Vegyük az ön személyes példáját. Itt van egy ilyen elismerés. 11 éve jött haza Londonból azért, hogy ezeket a kutatásokat itthon folytathassa. Nem mondta még meg ezt az egészet? És nem gondolkodott azon, hogy jó, akkor elmegyek egy olyan országba, ahol becsülik azt, amit csinálunk. De ember gondolkodik ezen, meg gondolkodik azon, de hát ez az én hazám. Miért én menjek el innen? Hát, mert mások 2030-ig terveznek. Mármint, hogy mit? Ja, értem. Hát én meg megpróbálok itt maradni, amíg lehetséges. Nincs B-verzió? Van, B-verzió mindig van. Tehát én el tudok menni, nekem nincs probléma, én tudok, állást kapok bárhol a világban. És hát, mint tudjuk, a CEU is fölkészült arra, hogyha kell, el tud menni. Tehát mi tudjuk folytatni ezeket a kutatásokat valahol. Uh-huh. De nem gondoljuk, hogy nekünk kéne innen elmenni. A kollégái többsége is így gondolkodik, ahogyan? A kollégáim többsége is így gondolkodik, de nagy a bizonytalanság. Nagy a bizonytalanság, mivel mindenkinek másféle egzisztenciális problémákat okoz ez. Családja van, sokannak nincsen állandó állása, tehát el kell gondolják, hogy most kitartanak ebben a bizonytalan helyzetben, vagy már most keresnek következő állást, tehát ez bizonytalanságot nagyon fokozza. Ez nyilván ez egy nehéz lélektani helyzet is, de ezen kívül valahogy a munkájukra rányomja a bélyegét? Ezen kívül nem. Tehát olyan, hogy mondjuk pályázathoz nem jutnak hozzá, mert úgy ítélik meg az összeg fölött diszponálók, hogy hát itt nem világos a helyzet? Nem, sőt, hát mi az összes pályázatú pénzünk az Európai Uniótól jön külföldről, és ilyet soha nem tapasztaltunk, sőt, nagyon bátorítanak minket, hogy pályázunk továbbra is. Szinte még jól is jön ez a... Hát ha jól jön, azt nem tudom, de ez egyáltalán nem számít. Azt gondolják, hogy a CEU az egy olyan hely, amivel bizonyította, hogy tud biztos hátteret biztosítani a kutatásoknak, és nyilván, ha el kell innen menni, akkor is ezt fogja tenni. Ezek a pénzek pedig mozgathatók. Uh-huh. Ha Magyarországnak nem kell, akkor máshol fogjuk mozgatni. Uh-huh. Az akadémia, illetve a CEU, az egész tudományos világ valahogy meg tudja magát védeni most a jelen keretek között? Nincsenek illúzióim, tehát nincs hatalom a kezünkben. Azt nem teljesen értem, hogy miért kell ezt a tudományos életet szétverni. Tehát a magyar tudományos élet az világszínvonalú. Nagyon jó. Tehát ha belegondolunk, hogy például az Európai Kutatási Tanácsnak a pályázatai, a kelet-európai pályázatoknak a többsége, több mint a fele csak Magyarországra jutott. Ennek a pályázatnak a fele a Akadémia Kutatóintézetéhez került, és körülbelül 20%-a pedig a CEU-hoz. Tehát ha ezt a két intézményt lerombolják, ez azt jelenti, hogy körülbelül kétharmada a magyar kutatásoknak tönkre megy, elvész. Akkor miért? Azért, mert ez a kormány úgy gondolja, hogy ami ők felettük nem gyakorolnak hatalmat, ami nem az ő klientuájuk része, az nem létezhet Magyarországon. Ez történik a kulturális életben, ez történik mindenhol. Van olyan kompromisszum, ami vállalható? És meg lehet, meg kell kötni? Nem tudom, hát nekünk nincsen kompromisszum kényszerünk. Ugye? Hát ugye mert mi nem függünk a kormánytól. Igen, de voltak mondjuk akadémiai részről olyan ötletek, hogy akkor ennyi napot kormányzat által preferált kutatásra szálljanak, ennyi napot meg a saját területekre a kutatók, tehát már mindenféle verzió felmerült. Hát ezt az akadémiának kell meggondolni. Ez én nem tudok beleszólni. Nem vagyok az akadémia részese, nem vagyok, semmilyen módon nem kötődik az akadémiához. Ez nekik kell meggondolni, hogy meddig lehet ezzel elmenni, de attól félek, hogy sok kutató nem fogja ezt vállalni, hanem el fog menni magától külföldre. Uh-huh. A kutatási körülmények is olyan jók, mint a magyar agy? Magyarországon? Uh-huh.
Változó. Vannak, ahol jobbak, vannak, ahol rosszabbak. Mindenhol, ahol az Európai Kutatási Tanács adott pénzt, hogy sokkal jobbak a körülmények, mert ezek viszonylag nagy összegek. Sőt, az utóbbi években az a lendület programmal, amit az akadémia intott be, egyébként nagyon, nagyon, nagyon jó magyar kutatócsoportok is beindultak, és ezek világszínvonalon munkát végeznek. Mi az a kutatás, ami most konkrétan izgatja, amiben benne van? Közérthetően. Most konkrétan? Az érdekel leginkább most, hogy például az egészen kis csecsemők hogyan értik meg a történeteket, a fikcionális történeteket, a meséket. Még akkor is, amikor, még azelőtt, mielőtt megértenék a szöveget. Hogyan értenek meg olyan meséket, amiket mondjuk a tévében láthatnak, és csak történetek vannak benne. Hány hónapos csecsemőkre van szó? Egy éves körül. És ezt hogy vizsgálják? Hát egyre azt vizsgáljuk, hogy egyáltalán ez történik-e. Tehát még azt se tudjuk, ez egy új gondolat, hogy valóban az történik-e, hogy ezeket úgy értik meg, mint egy fikció, mint egy mesebeli világot, vagy azt hiszik, hogy ott történik mindez előttük. Fordítva próbáljuk majd megközelíteni, megnézzük, hogy valóban tényleg azt hiszik, hogy ott történik minden előttük. Azt tudom, hogy ebben a laborba bárki elviheti talán 3 hónapos kortól? Nagyjából a kisbabáját. Viszik? Közelebb lehetne hozni a tudományt az emberekhez? Viszik. Évente körülbelül 500 új szülő iratkozik fel a adatbázisunkba, hogy elhozná szívesen egy csecsemőt, és részt venni ezekben a kutatásokban, és aki ott volt, az mindegyik máskor is visszajön. Nagyon szívesen jönnek vissza, élvezik a helyzetet, és csak azért csinálják, semmit nem kapnak érte, csak azért csinálják, hogy hozzájárulhassanak valamit a tudományhoz, mert ők is megtudhassanak valamit azokról, hogy amiket mi kutatunk. Szóval, hogy nem ez az elefántcsontorony érzés az, amit egy picit tágítania kéne a tudománynak, és akkor talán a szolidaritás is nagyobb lenne? De igaz, de hát ebből a szempontból nem hiszem, hogy elefántcsontoronyban vagyunk. Én bejövök ide, ha hívnak, ha meghívnak máshova, szívesen nem megyek előadást tartani. Februárban tartottunk egy nagy eseményt a CEU-n, ahol az összes budapesti csecsemőlabor, nem csak mi, mert van egy csecsemőlabor a ELTE-n is, van a akadémián is, összejöttünk, és ilyen nagy közönségnek való bemutatót tartottuk arról, milyen kutatásokat folytatunk. Ezt meg fogjuk ismételni jövőre is. Tehát nem vagyunk elefántcsontoronyban. Ha megértjük, hogy a kisbabák hogy értik meg a történeteket, az miért lesz fontos? Tehát onnan hova lehet tovább lépni? Hát sokfelé lehet tovább lépni. Hát minket az érdekel, hogy honnan tudják, hogy valami igaz-e, vagy nem igaz. És ha nem igaz, akkor milyen értelemben nem igaz. Ugye, na, csak elérkeztünk a politikához. Persze. Mégis minden elérkezik a politikához. Na, és akkor honnan tudják, hogy mi igaz, mi nem igaz? Hát ezt fogjuk kutatni. Vannak hipotéziseim, de talán ez most nem itt az a alkalom, hogy ezeket kifejtsem. Egy-egy ilyen kutatás mennyi idő? Tehát, hogy mennyi időre kéne kiszámítottam pontosan, anyagilag, mindenhogy finanszírozva? Hát ezek az európai kutatási grantok, ezek 5 évre szólnak, ez körülbelül egy nagyobb fajta programnak a lehetőség, amikor egy nagyobb fajta kérdést meg lehet válaszolni. Ezen belül persze kisebb projektek vannak, amiknek az időtartama fél év, egy év, másfél év, attól függően, hogy mennyi mintát kell vennünk, és mit kell elemeznünk benne. Szóval kiszámíthatóság kell hozzá. Az kell. Biztos. Köszönöm szépen, és gratulálok. Nagyon szívesen.